Orgonaszó kíséretében szüleikkel együtt ünnepi öltözékben vonultak oltárhoz az első áldozók a horgosi Havasboldogasszony plébánia templomban. A gyerekek a hittanórákon is készültek az eseményre. Első áldozó lettél, ez nagy nap, mit jelent a számodra? Azt jelenti nekem, hogy végre most így nagy leszek, és jó. Első áldozáskor az ostját, azaz az oltári szentséget veszik magukhoz a gyerekek. Mi az, ami miatt ez a nap különleges volt? Mi az, amit először kaptatok meg? A oltári szentséget, vagyis az ostját, a szentel ostját. Hogyan készültetek egyébként erre a napra? Sok gyakorlással, de nagyon megérte. Tényleg nagyon sokat gyakoroltunk, énekeltünk, tanultunk az iskolába is sok éneket. Az ostya, vagyis Krisztus teste több, mint egy egyszerű étek. Ez lelki táplálék, hangzott el a plébános beszédében. Ahogy említettem a prédikációban, hogy ez pénzzel nem lehet megfizetni, tehát ezért az oltári szentségért a több mint 2000 éve fönnállásának az egyháznak több ember életét adta, tehát ezt méltó tisztelettel kell magunkhoz venni, azért mert ez a legdrágább kincs a keresztény embernek, amit hordozunk magunkba, amikor magunkhoz veszük, tehát Jézust veszük magunkhoz az oltári szentség által, és azt a hétköznapi emberként visszük az emberek közé, és úgy próbálunk keresztény módjára élni, viselkedni. Horgoson vasárnap délelőtt 10 fiú és 11 lány vehette magához a megszentelt ostját, Jézus Krisztus testét. A katolikus egyház 7 szentséget nevez meg. Keresség, bérmálás, eucharisztia, bűnbocsánat, betegek kenete, házasság és egyházi rend. Mindegyiknek megvan a saját jelentése. Az első áldozást a bérmálkozás szentsége követi majd, amelyre a további hitoktatásban készülnek a gyerekek.